Kedves nézőink, híreink következnek. Nézzük először röviden. Elektronikai hulladékgyűjtés. Fergeteges jazz koncert a Pomázi kastélyban. Első áldozás. Sikeres együttműködés a Pomázi Művelődési Ház és az EFI iroda között. A Fehér Bot világnapja. 22-én búcsúztatják dr. Cink József nyugalmazott jegyzőt. Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja. A Mátyás Király Általános Iskola elektronikai hulladékgyűjtést szervez november 9-én, kedden reggel 7:30-tól lehet leadni a hulladékot az iskola Petőfi Sándor utcai kapujánál. A lehetőség nem csak az iskola tanulóinak családjai számára nyitott, hanem valamennyi pomázinak is. Molnár Bruder Géza igazgató kérése, hogy veszélyes hulladékot semmiképp ne tegyen le senki. Gyönyörű környezetben várják a minőségi zene kedvelőit 3 hetente pénteki napokon a Telekivattai kastélyban. A koncerteken a magyar jazz élvonalához tartozó produkciók hallhatók. A sorozat ötletgazdája és művészeti vezetője Bágyi Balázs, jazz dob előadó művész és zeneszerző, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Az elmúlt héten Révész Richard Latin Quartet koncertjét hallhatta a zeneszerető közönség. Ismer engem, illetve a munkásságomat, azt tudja, hogy évtizedek óta nagy rajongója vagyok a dél-amerikai kultúrának, ezen belül is ugye az afrokubán zenének, és a különböző formációimmal ezt az utat járjuk, és azonnal származó dalokat vagy saját kompozíciókat öltöztetünk fel ebbe a zenei köntösbe. Miért van ebben a zenekarban dob is, meg ütőhangszer is? Ez ugye jön a zenei környezetből, de hogy a hangszerelésekben ez miként különül el? Ugye mindenképpen elkülönül, hiszen a dobnak is, és az ütőhangszereknek is más-más szerepe van, attól függ, hogy éppen milyen stílusok ez afrokubán zenén belül is milyen stílusról van szó, de ha maradunk a ma este elhangzó műfajnál, hogy ugye latin jazz-t fogunk játszani, ugye a jazznek alapvető része, vagy felszerelés, vagy hangszere, hogy így magyarosan, vagy nem túl magyarosan mondjam, a dob felszerelés, és hát az afrokubán zenében pedig az ütőhangszerek nagyon fontos szerepet töltenek be. Amikor ezek együtt szólalnak meg, akkor egy sokkal teltebb, ritmikailag gazdagabb hangzást tudunk elérni vele. A Révész Richard Latin Quartetnek a ma esti tagjai Molnár Mátyás dobon fog közreműködni, illetve timbaleszen, Pusztai Csaba ütőhangszereken, kongán, bongon és egyéb kézi ütőhangszereken, a basszusgitárnál pedig Vermes Gábort láthatja, hallhatja a közönség. október 17-én tartották az első áldozást a Pomázi Szent István Király katolikus plébániában. Az első áldozók azok a gyermekek lehetnek, akiknek szülei személyesen kérik ezt a lelkipásztortól, és akik meg vannak keresztelve, ugyanis akkor lettek a katolikus közösség tagjai, akkor nyertek beavatást az Isten gyermeki életbe. Az első áldozás az oltári szentség első alkalommal történő vétele, felnőtt keresztség esetén, illetve olyan 9 évet betöltött gyermekek esetén, amikor megfelelő oktatás után a gyermek már különbséget tud tenni az oltári szentség és a közönséges kenyér között, és képes a gyónásra. A Pomázi Művelődési Ház és a Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda, röviden az EFI egyik közös programsorozatának címe, Lélekmelegítő esték. Az előadások a pomáziak számára ingyenesek. A sorozat első témája volt, ha a léleknek fáj, a test is beteg. Horváth Judit, pszichológus előadására nagy volt az érdeklődés. A felnövekvő generáció érzékenyítését a Pomázi Művelődési Ház új vezetősége is fontos feladatának érzi. A Fehér Bot nemzetközi világnapja alkalmával náluk vendégeskedett Lakatos Norbert, a Vaklufis, akit a pomázi iskolák diákjai nagy érdeklődéssel és nyitottsággal fogadtak. Életének 80. évében hosszú betegség után elhunyt dr. Cink József pomáz nyugalmazott jegyzője.
1977-től a rendszerváltásig Pomáz nagyközség VB titkára volt. A rendszerváltás után megbízott jegyző, 1991-től pedig jegyzője volt Pomáznak nyugállományba vonulásáig. 2006 és 2010 között önkormányzati képviselő volt, a pénzügyi ellenőrző bizottságot vezette. Búcsúztatója október 22-én 17 órakor lesz a Városháza parkjában. Kedves nézőink, október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján városunk önkormányzata a hívállomásnál lévő emlékműnél emlékezik meg a napról, melyre szeretettel várja a lakosságot. A rendezvény 10 órakor kezdődik. Beszédet mond Bojki István képzőművész, Hardi Péter alpolgármester. Közreműködnek Balázs László Gábor előadóművész, Simon Boglárka és Jenei Gábor színművészek. Ez alkalommal Pomázért és Pomáz díszpolgára díj is átadásra kerül. 11 órakor a Városháza parkjában és 12 órakor pedig az 56-os síroknál a temetőben helyezik el a megemlékezés koszorúit. Kedves nézőink, híreinket hallották!